2012-ben még 155 kiló volt, a napokban pedig ő nyerte a Badi Sportkupa evolúció kategóriáját. Ha még nem találták volna ki, Őrfalvi Gusztávról van szó, aki az elmúlt években egy fantasztikus átváltozáson ment keresztül, ami azonban nem sikerülhetett volna edzője Sönekker László nélkül. Ők ketten most a vendégeim. Újra jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt, sziasztok! Igen, volt valami ígéret legutóbbi találkozásunknál, hogy amikor újra látjuk egymást, akkor lesz valami a zsebben, vagy a nyakban lóg, ugye? Igen, úgy indítottál minket, hogy akkor legközelebb a kupával vársz minket. És íme. És sikerült. És íme. Ezt egyébként gondolom, nyilván elhitted, Laci, hogy ez így lesz, de ez az idő, amit erre rászántatok, ez meglepően rövid volt, vagy ez abszolút ütemterv szerint alakult? Hogyha teljesen őszinte akarok lenni, én azért bíztam benne, hogy sikerülni fog, hogyha ez a kategória megalapul, és nem a profik között kell elinduljon, hanem olyan emberek között, akik szintén hasonló utat jártak be, mint ő. Genetikailag egyébként abszolút alkalmas volt rá, úgyhogy én reméltem, hogy így lesz, de azt nem gondoltam, hogy ennyire rövid idő alatt itt leszünk nálad újra. Szuper. Ha már arról beszélünk, hogy alakult egy ilyen kategória, akkor egy picit talán ennek a fontosságáról érdemes egy pár szót mondani. Már csak azért is, mert amikor látjuk egyébként, hogy te magad is fogalmazod, hogy a profikat a színpadon, akkor sokszor szerintem aki bátortalanabb, vagy aki nem kap egy olyan jellegű szakmai támaszt, mint te, az azt mondja, hogy hát ez olyan távol van tőlem, hogy ez reménytelen. De talán ezzel a kategóriával kifejezetten az volt a cél, hogy a civileket, a műfajtól viszonylag távol mozgókat megszólítsák? Ha az utóbbi időben megnézzük azt, hogy egy-egy versenynek milyen a sikeressége, nagyon-nagyon látszik az, hogy például a fit anyuka kategória iszonyatosan dübörög. Igen, tehát olyan emberek indulhatnak el, olyan anyukák indulhatnak el, akiknek már legalább egy gyerekük van, és ezt is most már annyira népszerű, tehát olyan szinten sok nevező van, akár 80 nevező is lehet egy-egy kategórián belül, hogy most már ezt is szétbontották 30 alatti, 40 alatti és 50 alatti kategóriába, vagy 40 feletti szerintem úgy szabták meg, hogy bárki indulhasson, és óriási népszerűségnek örvend. És így született meg egyébként Vida Zoltánnál ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha akkor egy másik kategóriát is kitalálnánk, ahol átlagemberek, akiknek már majdnem úgy gondolják, hogy elveszett az életük, hogy nekik is legyen egy új céljuk, és ne csak az legyen, hogy lejárunk az edzőterembe, próbálunk lefogyni, hanem én saját magamon tapasztalom azt, hogy nekem kellenek célok, kell rövid távú cél is, kell hosszú távú cél is, ahhoz, hogy tényleg tudjam azt, hogy ezt meg kell csinálnom, rövid idő múlva elérem azt, aztán elérem ezt, mert ha nem, akkor az emberek hajlamosak tologatni, hogy jó, akkor majd nekiállok, jó, akkor majd hétfőtől, jó, majd december végén, jó, majd január 1-től, és ez általában igen, így szokott lenni. Ez ismerős. Hát Guszti, te is elég sokáig tologattad ezt a dolgot, ugye? Még nem egyszer úgy döntöttél, na jó, hát akkor muszáj életmódot váltani. Az a bizonyos tükör, ugye? Az, igen, volt, a, igen, az volt végül is a sorsdöntő momentum, hogy egyszer tényleg megláttad azt, ami amúgy egyébként ott volt a szemed előtt, csak hát nyilván nem akartál ránézni. Hát igen, talán akkor esett le a kis agyamba, hogy ez így nem mehet tovább, mert ez az egészségemre, az életemre, mindenre kihatott az, hogy én így elhíztam. Abszolút, és hát ugye nyilván azok a kampányszerű nekidurálások, amikbe belekezdtél, hogy nem ettél meg ilyesmi, azok rövid időn belül bebizonyosodtak, hogy ezek abszolút az ellenségei az ember. Én amit lehetett, mindent kipróbáltam, rendeltem a netről, fogyasztó tablettát, ami utána kiderült, hogy csak a vizet hajtottak, és valószínűleg a belső szemben nem tett jót, úgyhogy ezt senkinek nem ajánlom, ezt tényleg csak úgy lehet végigcsinálni, hogyha rendesen étkezéssel és edzéssel és odafigyeléssel, de viszont nem olyan nehéz, mint ahogy ezt gondolják az emberek. Uh-huh. Ma már egyébként, amikor nem tudom, hogy még megvan az a tükröd, az a bizonyos, vagy nem, de egyetlen el tudod hinni azt, hogy nem is tudom, mennyi idő alatt ment végbe ez a változás? Hát két és fél év. Az fontos, hogy elmondjuk, tehát itt senki ne gondolja azt, hogy ezek hónapok alatt bekövetkeznek, ugye? Nagyon furcsa visszanézni, most ugye nagyon sok összehasonlítást látom magam, hogy milyen volt, milyen lett, uh-huh. és a régi önmagamat úgymond, már egyszerűen teljesen, mint hogy nem is élettem van, én is hihetetlenül nézek rá, hogy bírta magammal tenni. Nyilvánvalóan kell, Laci, azt gondolom, ez a felismerés, pláne ha valaki ilyen extrém messzeségből indul. Ugye nyilván, aki nem ennyire, annak lehet, hogy nem ennyire drasztikus a motivációja, de azért gondolom ott is meg lehet találni azokat a kis finomságokat, amit mondjuk az embernek segítőként, szakemberként lehet mondani az aktuális tanítványnak.
Igen, ez így van egyébként, ehhez nagyon jó emberismerőnek is kell lenni, ugyanis Guszti is nagyon hamar be akarta fejezni a pályafutását. Hát nagyjából egy 10 perc edzőteremben töltött idő után ő menekült haza. Nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, én azt gondolom egyébként így köszönhetek egy barátot is így a sorsnak, hiszen kifele menet kaptam el az edzőteremből, ugyanis lyukas órámon ültem és beszélgettem a pultnál, amikor láttam, hogy bejön, elég feltűnő jelenség volt. Majd azzal az ütemmel iszonyatosan gyorsan távozott is volna a teremből. És akkor ez feltűnt neked, hogy ki ez, aki ezt az ingát így leírta hirtelen? Feltűnt, mert bent is nagyon bizonytalan volt. És már akkor is gondolkodtam rajta, hogy oda menjek-e segíteni neki, de úgy éreztem rajta, hogy annyira zárkózó természet, hogy ő erre abszolút nem vevő. Uh-huh. És akkor döntöttem el, hogy jó, akkor utána megyek, amikor tényleg láttam azt rajta, hogy borzasztó sebessége kifelé, ahol egyébként nem is értettem, hogy hogy képes arra a tempóra. De igen, és szerencsénkre le tudtunk ülni, és akkor tudtunk beszélni, és akkor fordult meg az egész. Ez abszolút nyilván, hogy mindenkinek nyilván meg kell, hogy legyen az egy momentum, az a sorsfordító pillanat, de az is érdekes, hogy azért a hétköznapokon sok-sok ilyennek kell lennie, ugye? Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egyszer mázlista az ember, és mondjuk kap magam elé egy olyan szakembert, aki pont éppen a velejére tapint, aki pontosan tudja, hogy mi az a 3-4 jó mondat, amit ott el kell ejteni, hanem amikor napközben hetente, havonta ezt mondjuk többször feladnád, akkor fontos, hogy valaki azt mondja, hogy még ezt. Persze, ezt el kell végezni. Persze, nehéz nagyon, mert az elején én már tudtam, hogy fogytam, de még a barátom ismerősen nem vették észre, és ezen kell szerintem lendülni hogy amikor már elkezdik mondogatni neki, hogy gratulálok, látom, hogy fogsz csinálod, hogy akkor már nekem nem volt úgymond pofám abba hagyni, mert akkor még egy sikertelenség lett volna. És amikor már fogytam 10 kilót, akkor 20-at, és akkor ez így motivált, mindig kisebb célokat raktunk magunk elé, és ezt így sikeresen tudtuk hozni. Na jó, hát most akkor egy szép nagy célt behúztál, tehát nyilván az átformálás, az a maximális életmódváltás volt az alapvető cél. Ha már egyébként erről beszélünk, Guszti, akkor erősíts, vagy cáfolj meg abban, hogy ez tulajdonképpen tartható volt. Tehát nyilván mást és egy picit másképp csináltál, amikor konkrétan erre a versenyre készültél. De hogy a mindennapokban meg lehetett találni azt a balanszot, ha az ember úgy érzi, hogy nem von meg magától dolgokat, amit igazából szeretett, vagy szeretne, ellenben kap helyette olyasmit, amivel nincs hiányérzete. Persze, most például hétfőtől péntekig normálisan, mert szerintem csirkét, rizst, zöldséget, és hétvégén viszont én is megeszek néha egy pizzát, egy hamburgert, szóval kellenek a csalónapok, mert a szervezetet úgy vered át, hogy mindig csak egészségeset kap, akkor de ezt jobban el tudom mondani. Szóval kellenek a csalónapok? Nem, akkor feltétlenül kellenek a csalónapok. Inkább úgy fogalmaznám meg egyébként, amit Guszti is mondott, hogy ő azért kapja ezeket, hogy az agynak kellenek azok a gondolatok, eleinte legalábbis, hogy ő nem az van, hogy akkor most élete végig nem fogyasztott ilyen élelmiszereket, hanem arról van szó, hogy ha ügyesen tartja 5-6 napon keresztül, akkor egy napot elengedhet magának, és ezzel nem árt, sőt, sok esetben egyébként a diéta végén, és ezt próbálta kifejteni Guszti, a diéta végén még segít is, hogy a szervezetet, ha időnként egy nagyobb kalória tartalmú étel éri, akkor olyankor egy kicsit ő is kicsit többet ad abból, ami neki a raktárában van, hiszen arra számít, hogy ugye ez maradandó folyamat lesz. Majdnem elloptam a szót egyébként Gusztérrel, amikor kérdezte tőle, hogy mennyire tartó ez és mennyire vált egyébként életmódá nála. Erre nagyon-nagyon jó példa, hogy a verseny után ő közölte velem, hogy ő most egy hétig nem jön az edzőterembe, úgyhogy én őt most ne akarjam látni. Majd erre rá is okéztem, mert az is volt a terve egyébként, hogy egy-két hetet ilyen nagyon lazán pihenjen, hogy egy picit regeneráljon a szervezete, hogy kicsit újraépítse saját magát és hogy eszegessen. Majd ez ugye szombaton volt, majd vasárnap felhívott, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy én ma már annyira nem is ennék félre. Nem nagy gond, mondtam neki, hogy nekem nem, abszolút nem probléma, mert hogy azt mondja, hogy most olyan jól nézek ki, és azt mondja, hogy egyébként edzeni még nem megyek, de hogy akkor szeretném tartani a diétát. Mondtam neki, hogy jó, Guszti, persze, semmi gond nincs. Vasárnap este azért felhívott, hogy akkor hétfőn szokásos dél, edzőtere, mondta neki, hogy jó, gyere. Úgyhogy igazából nem, hogy egy hetet nem hagyott ki, hanem egy napot sem, és tök szívesen jött vissza. Persze, nyilván az edzéseknek az intenzitása nem ugyanaz most még, mint ami előtte volt, de majd szépen apránként, hogyha úgy érzem, hogy kipihent a magát, akkor újra fejest ugrunk. Saját magad miatt csináltad végig tulajdonképpen mindez, Guszti, de látod-e, hogy azért vannak követőid, lettek olyanok, akik pont éppen a te rajtad látható, igen látványos változás miatt kezdtek el esetleg hinni a lehetőségben magukban? Mostában nagyon sok olyan üzenetet kaptam, hogy példakép lettem, ez nagyon furcsa, nézd meg, kirázott a hideg, hogy tényleg, hogyha legalább egy embernek tudtam abba segíteni, hogy egy kis erőt adtam, és tudom jól, hogy
többen menesített, mert nagyon sok levelet kapok, meg a Laci is nagyon sok levelet kap, hogy jó, amit csinálunk, bíztatnak, szurkolnak, küldik a képet magukról, hogy mennyit fogytak, hogy néznek ki, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és a Laci táborának, Facebook táborának is nagyon szépen köszönöm, mert már néha magaménak éreztem azt a sok embert és a bíztatást, és tényleg jó, hát és ha jól tudom, akkor éppen ezért van is mit megköszönnöd, ugye ebben a pillanatban? Neked is szeretnék megköszönni, nagyon sokat gondolkoztam, hogy tudnám ezt meghálálni, és hát is erre jutottam. Ne! Hogy? Ne! Köszönöm szépen, majd kimeghálálom. Szívesen. Ezen a mutasd légy szíves a kamera felé, jó? Köszönjük szépen. Szóval úgy látom, hogy ez egy ilyen kis mikro, apró kis képecskékből összeállított. Hát úgy nagyjából egy 10 000-nyiből, körülbelül így az életünkben. Mozaik képek. Na, hát akkor ezek a mozaikok, ezek szerint, amik az alapját adják nem csak a ti barátságotoknak, de ezek szerint ennek a nagyszerű közös sikernek, ami hát minimum két év közös munkája, és ki tudja még, hol vagyunk a végétől legalábbis, ami ugye a szakmai ambíciókat illeti, úgyhogy a következő fejezet legközelebb a te, vagy a közös kupátokkal jöttök, vagy még egy újabb kupával jöttek? Még ebben van egy meccsünk egyébként, most a fejébe vette, hogy vissza akar adni ebből a készülésből valamit, és azt szeretné, hogyha tavasszal én indulnék el. És ő fog készíteni? Igen, pedig elméletileg már nem volt tervben, de igazából amit elmondott, hogy nagyon sok embert motivált, az az érdekesebb az egész dologban, hogy még engem is. Na tessék, úgy, na jó, hát akkor legyen ez így, hogy egy sima, egy fordított, jó? Legközelebb akkor a fordítottal folytatjuk. Jó, köszönöm szépen, és gratulálok. Szépen.